Az óbecsei középiskolákban tartott előadások vendége Slavisa Szávics volt, aki saját balesetének történetével szerette volna felhívni a fiatalok figyelmét arra, milyen veszélyekkel járhat, ha nem tartják be a közlekedési szabályokat. Az előadások célja, hogy növeljük a fiatalok biztonságát a közlekedésben, főként a középiskolásokét, mivel ők abban az életkorban vannak, amikor még fiatal gépkocsi vezetőként vesznek részt a közlekedésben. Arra törekszünk, hogy az ország minden részén a lehetőségekhez mérten ellátogassunk a középiskolákba, és az előadóink hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalokat ne érje halálos kimenetelő vagy maradandó sérüléseket okozó baleset. Slavisa 17 évesen jogosítvány és az édesapja engedélye nélkül ült autóba, hogy a barátaival szórakozni menjen. A meggondolatlansága és a gyors hajtás következtében történt balesetben maradandó sérüléseket szerzett, amelyek miatt már 23 éve tolókocsiba kényszerülve éli az életét. Története már sok fiatalra hatással volt. Korábban nem tartottam be mindig a szabályokat, de biztos, hogy ez mostantól változni fog. Ez csak egy megerősítés abban, amit valójában már eddig is tudtam, hogy a szabályokat be kell tartani. Nagyon köszönöm neki, hogy eljött hozzánk, és megosztotta velünk a történetét. Ez az előadás pozitívan hat ránk fiatalokra, arra, hogy hogyan vezessünk, hogyan viselkedjünk a közlekedésben, hogy például nem szabad olyan emberekkel autóba ülnünk, akik alkohol hatása alatt vannak. És azt hiszem, minden fiatalnak tiszteletben kellene tartania azt, amit ma itt hallott. Az előadás végén a fiatalok az úgynevezett részegszemüveget is kipróbálhatták. Ez a szimulációs eszköz azt mutatja meg, hogyan lát az egyén ittas állapotban. Így józanul is átélhették, mennyire korlátozott a látás és a fizikai reakció alkohol hatása alatt.